A NATO-nak sem szárazföldön, sem a levegőben nem áll szándékában behatolni Ukrajnába, mondta Jens Stoltenberg. A repüléstilalmi övezet megvalósításához pedig arra lenne szükség, hogy vadászgépeket küldjenek az ukrán légtérbe, és megtörténhetne az is, hogy orosz gépeket kellene lelőniük, így pedig belesodródhatnának a háborúba, tette hozzá a NATO főtitkára. Az ukrán vezetőség azonban folyamatosan ezt követeli a szervezettől. NATO allies have implemented unprecedented sanctions. We provide support to Ukraine. At the same time, NATO is not part of the conflict. NATO is a defensive alliance. We don't seek war conflict with Russia. At the same time, we need to make sure that there is no misunderstanding about our commitment to defend and protect all allies, and therefore we have increased the presence of NATO forces in the eastern part of the alliance. Az ukrán-orosz konfliktusnak csak is Vlagyimir Putyin orosz elnök tud véget vetni, mert ez az ő háborúja. Ezt már Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője mondta péntek este az uniós tagországok külügyminisztereinek rendkívüli tanácskozását követően. Josep Borrell azt mondta, lesznek újabb szankciók, de végig kell gondolni azoknak a következményeit is. The sanctions are not in order to provoke a regime change in Russia. By the contrary, the sanctions has been triggered by the war. And the purpose is to weaken the Russian economy, to make the Russian economy feel the weight of the consequences, and to increase the strength and the position of the Ukrainians on the coming negotiations. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok, valamint a hozzájuk társuló egyéb országok a szankciókkal hatékonyan válaszoltak a történésekre. Kiemelte, hogy a világon több mint 140 ország jelezte, hogy elítéli Oroszország tetteit, amivel azt bizonyítják, hogy elutasítják az orosz inváziót. Az EU költségvetéséből egyébként 500 millió eurót fordítanak a háború humanitárius következményeinek kezelésére, tette hozzá Ursula von der Leyen.